Tisztelt hölgyek, urak, jó estét kívánok, 7 óra van, hogy kezdjünk el dolgozni. Én úgy arra gondoltam, hogy ma az első időben, az első fél időben egy ilyen fénybe borítjuk a dolgokat. Tehát, hogy a fényről beszélünk, mert ugye két dolog van a világegyetemben, amivel foglalkozni kell az anyagi világban, az a fény és az anyag, és a harmadik az meg az, hogy miben zajlik az egész. Tehát ugye azzal lehet mindig kezdeni csak, mert ez rossz, tehát a mai felállás úgy rossz, ahogy van. Tehát ilyen koordinátarendszerekben gondolkodnak a fizikusok is, de az katasztrófa, szóval az nem működik. Ennek ellenére nagyon görcsösen kapaszkodnak ebbe, hozzá akarnak tenni egy negyedik dimenziót, de hát azt meg nem lehet. Ugye egy ilyen Descartes-féle koordinátarendszerbe ezt nem lehet belerakni egy negyedik dimenziót, akkor letépik az egyik dimenziót, Z-t letépik, helyére tesz egy T-t. Tehát az időt. De hát ez is egy butaság, mert a skalár meg vektor, szóval nem jó. Nagyon görcsönek rajta, mindig bevették a fizikába, mindenhol benn van, rossz. Tehát azért nem lehet innen a tovább lépni ebből a dologból, mert a dolog rossz. Ugyanígy a fény, ami már egy fejlettebb része a dolognak, tehát először a fény előtt is voltak valamik, de most a fény, amikor megjelenik, az is egy nagyon bonyolult rendszer, de olyan bonyolult, hogy a mai elképzelést, hogyha így folytatjuk, akkor 100 év múlva, 200 év múlva se fogja elérni, mert olyan messzire kaparásznak, de rossz fele mennek, vakvezet világtalan. Fölfedezni már fölfedezték, tehát nem jelent, hogy én most aztán kitaláltam a csövön a lyukat, fölfedezték, hogy egy ilyen csavarodott teret próbáltak feltételezni, már téridőt, ilyen csavarodott csigásszerű téridőt, sőt, én már fiatal sráckoromban hallottam, hogy ez idő az egy spirális valami, és mi a meneteire keresztben élünk, az ilyesmit próbáltak magyarázni, de az már nagyon közel volt a jó megoldáshoz, tehát a koordinátorrendszerhez képest sokkal jobb, mert az egy dinamikus valami. Ugye ott rontották el az egészet, hogy párizsi méter. Párizsi méter, megvan platina, iridiumból, baromira, hőkompenzálva, nagyon baj, de precíz. Jó, csak hát egy baj van vele, a dimenzió az nem ilyen. Tehát alapdimenzió, ugye a CGS rendszerben tehát az alapdimenziókkal már baj van. A centiméter, gram, szekund, ugye? Már baj van azzal, már ott probléma van, mert mondjuk a méter az egy valami, jó a szatolcsboltban, ó, nagyon jó. Mekkora vásznot akarsz venni, arra kiváló, de a fizikához az nem jó. És a biológiához sem jó. Hát azért van, hogy a biológusok nem tudnak kimászni a gödrükből, a biológusok sem, mert zsírozva van a szél a gödörnek, hogy ki ne másszunk. Tehát egymást ölik, hogyha valaki ki akarna mászni, akkor az a poklos vicc jutott eszembe, hogy lemegy a pali a látogatóba a pokolba, és akkor egy bazinak golyószalról állnak egy ilyen üst mellett, ott főnek a németek, akkor mennek tovább, ott főnek az oroszok egy nagy üstbe. És egy nagy golyószalról ott őrzi őket egy ilyen nagy főördög, és akkor odaérnek egy ízre, ott nincs őr, egy ilyen üsthöz. Hát hogy itt nincs? Hát ezek a magyarok. Ó, nem kell félni. Egyik ki akar mászni a gödörből, többi visszarángatja. Szóval ez pontosan jellemzi a tudomát is. Tehát borzasztóan jellemzi, mert ha valaki netalántán megtalálna valamilyen kiutat, akkor abban a pillanatban a többiek visszarángatják, lehülyézik, kiközösítik, szóval abszolút olyan inkvizíciót rendeznek, hogy hajajaj. Tényleg, ez komoly inkvizíció van. És érdekes, ugye most ilyen hülyeségi tesztek zajlanak a világban, és kiderült, hogy aha, nincs ám annak határa, ez a bolondok hajója. Szóval komolyan ez nincsen. Mert hogy először csak ez van, aztán a végén már, ha valaki kijelenti, hogy a lányoknak nincsen pöcse, akkor azt kiközösítik. Mert az rasszizmus, az micsoda dolog az, hogy a lányoknak nincsen. De hát nincsen. Igen, negatív, igen, de szóval nem jó a történet így, és tehát az a lényeg, hogy butaságokra erőltetik rá az emberiséget, és még erre is vannak vevők, ezerével, százával, ezerével, milliószám, tehát vannak vevők. Hát interneten a fiatalok között olyan mérhetetlen ökörségek terjednek, hogy ki mer rátenyerelni a rezsóra, ki mer ráülni
a beizított üzére, tűzhelyre, stb. A valagát szétégeti, meg minden, de ki mer rá, meddig ki múciusz, ki valaki, ki bírja ki minél tovább. Szóval ezek ilyen marhasságok, tehát ilyen önpusztító idiotizmus. De komolyan. És, hát ugye, és erre is vannak vevők, tehát már sok halottja volt ennek, meg minden. A legőrültebb dolgokra is vannak vevők, mert ő valaki akarna lenni. Esze nincs hozzá, azért megpróbál ilyen ökörséggel valaki lenni. Na, azt akkor sikerül is. Tehát itt van ez a látható spektrum a fényből. Így néz ki. Ha egy prizmát a nap elé tartasz, akkor ez egy ilyen szivárványt fog csinálni, gyönyörű, szép. És a vöröstől az ibolyáig van. Hát annyira nem jó ez, mondjuk annyira nem jó, mert a következő érdekes történet van, és ezt ez a tudományos most itt mutatom, hogy ilyen mérhetetlen marhasságok, ilyen jót találtál, Peti. Na hagyd ott, nehogy leved, mert nézd meg, ugye? Nem, jó van, bocsánat, ez a vörösnél. Már azt hittem, hogy rossz, de nem ez jó, mert ez a nagyobb hullámosszú, és az a sűrűbb, ugye? Mert igazán azt hittem, hogy valahogy nekem fordítva tűnt. De a lényeg az, hogy a vörös fénynek egy sokkal nagyobb hullámhossza van, a ibolyának meg egy sokkal rövidebb hullámhossza van. Azt mondják, ma azt tanítják mindenhol, hogy az ibolya a fénynek, ugye a kéknek nagyobb az energiája, mert hogy az sokkal inkább kiüti az elektronokat, mondjuk egy fényelektromos hatásnál. Régen tanultunk olyat, hogy ilyen elektroszkópot föltöltöttünk, egy ilyen üvegbottal, megdörzsölt üvegbottal föltöltöttünk egy elektroszkópot, az csak egy ilyen lombik, volt benne egy ilyen szigetelő dugó, egy drót, meg egy lap a tetején, és alul meg rá volt akasztva két ilyen kis taniol csokoládépapír, ami hogyha nagy feszültséget így dörzsöltél rá, akkor ilyen statikus nagy feszültséget, akkor az itt szétállt ez a két kis lemezke, mert taszították egymást, mert azonos volt a töltésük. És hogyha vörös fényen megvilágítottuk, akkor nagyon lassan sült ki, ha kék fényel, akkor sokkal gyorsabban. Ebből ugye azt a következtetést mondták rá, nem most már több mint 100 éve, hogy az energiája sokkal nagyobb a kék színű fénynek, mert ugye több elektront képes kiütni, akkor az azt jelenti, hogy helyezi valencia sávon, hogy is mondhatjuk tudományosan. Tehát a lemezből, a bádog lemezből több elektront tud kiütni, akik kirepülnek a bádog lemezből, és ott a környezetbe ionizálódnak, vagy hogy mondjam, témferegnek a környezetbe. De ez nem igaz. Az a nagyon érdekes, hogy a prizma meg ennek az ellenkezőjét mutatja. Tehát ha megnézel egy prizmát, akkor melyik fényt téríti el jobban? Tévedés. A vöröset. Bizony. És azért mondta, hogy az ellenkezője az igaz. A vöröset jobban eltéríti. És ezzel baj van. Ugye? Mi ezzel a baj? Miért baj ez? Hát azért baj, mert hogy a vörösnek nagyobb az energiája, mert melyik skuló a nagyobb energiájú a célövöldébe, amelyik a cipőmre esik a légpuskában, annyira ki van herélve már a légpuska, hogy alig viszi ki a golyót, ugye? Vagy pedig, ami legalább a bádogig elmegy. A burkapálcát nem tudja leverni, mert az már gyenge, de a bádogig legalább elköpi a légpuska. Már számom is tudnék akkorát köpni, de ez van. Tehát aztán vittük ki a szoknyás golyókat, azt mindent kilőttem a szélőföldébe. Tudod, annak ilyen szoknyája volt, az tömít. És akkor azt raktam a kis hülye golyó helyett, ami kiesett majdnem a légpuskából. És akkor a szoknyás golyót betettem, ping, mindig ott, ahol keresztezte egymást a két urkapáca, belőttem, mert félre is volt állítva nagyon a keresője, de én a csővel lőttem, nem a keresővel. Ping, és akkor az X-et kilőttem, ahol de akkor kettesével lőttem ki a burkapálcákat, fú. Már ott a gyerekeknek mondom, melyik órát akarod, hozzá a golyót. Hozta a golyót, és persze nem azt a golyót raktuk bele, hanem a másik zsebembe tettem. Innen vettem a szoknyás golyót, és a pim-pam. És a célövedés már sírt, hogy hagyja abba, mert tönkre megy. Mert hogy szétlőttem ott neki teljesen. Minden vackot lelőttem, csak előttem volt. Igen, hát ez van. Úgyhogy Ez a víz, fényről való elképzelés, a fényt ilyen hullámoknak képzelik. Ilyen transzverzális hullámoknak, mint a víz tetején is az megy, ilyen hullám. Sőt, hogyha hőmérőt teszünk, ott még melegebb. Hogy? Piros mögé, ha piros mögé teszünk a hőmérőt, akkor még melegebb. Úgy van.
még melegebb. Szóval ez is probléma, ugye az infravörös, és a hő, az a hő. Mert ami ezen túl van, az az infravörös, azt hívják, a vörösön túl van errefele, az az infravörös, ami meg a ibolyán túl van a másik irányba, az meg az ultra ibolya. És azért UV, ultraviola, mert ibolyát violának is szokták írni, mondani. Ez meg rót, az a U infrarót IR. Tehát az a lényeg, hogy, hogy tessék parancsolj. 100 GHz körül azért valamit tudnak, oda raktak egy vonalat, és körülbelül az az a frekvencia, amit radarral tudtak csinálni. Ja igen, oda is van írva, hogy radar, nézd csak. Addig radar, utána fény, és ott azért ott van egy vonal. Valami oka van. Aha, de a radart nem látod világítani. Hmm. Szóval ha bekapcsolják a radar nem látsz vörös fényt. Szóval azért ez úgy, ez nem jó, mert a kettő az nem úgy. Az a kicsi kis sáv, ami ott van, az a két kis párhuzamos vonal, az a kicsi kis sáv, az ez. Kinyújtva. Tehát az a látható fény, tehát azt látjuk a szemünkkel. De a fény ennyivel másabb, tehát annyival sokkal szélesebb a tartománya. És aztán ugyanez van a rádióhullámoknál is, meg a, tehát az is ide lett sorolva, tehát a fényhez lett sorolva, de a rádióhullámok az nem fénytermészetű, a fény nem is elektromágneses. És tényleg bármilyen erős mágnes mellett viszem el, Tesla nem foglalkozik vele. Bármilyen erős, nagy feszültségű tér mellett két lemezt föltöltök 5 millió voltra, meg tudom csinálni, még otthon is. És figyeld, átmegy közte, semmi. Tehát nem elektromos és nem mágneses természetű. De tömege van. Mert arról is komoly vita folyik, hogy van a fénynek tömege. Már megrendeltem, majd hozom nektek azt a kis forgatjút, ami a fénytől forog. Na de légirítított cuszba van, és ide leteszem, és forog. De erre azt is mondták, hogy az azért van, mert kiüt elektronokat, és azok, hogy hátrafelé mennek, és annak az ellenhatására forog az a... Igen, hát mindenféléket mondtak rá, és valóban lögdösi, mert az egyik fele fényes, a másik fele meg mondjuk feketére van festve a lemeznek, és ezért az egyiket jobban tolja, mint a másikat a fény. Egy gyertyától is elmegy, forog. Tehát egy rendes gyertyától. Nem kell hozzá nagyon nagy fény, egy gyertyával is működik. Vagy egy ilyen kis zseblámpaizóval, avagy működik vele. És már attól is forog. Majd hozom, megmutatom nektek, majd behozom. Megrendeltem a kínaiaktól, csak még nem ért ide. De már valamikor, pár hét múlva itt lesz, és akkor megmutatom nektek. Érdekes nagyon. És nagyon érdekes dolgokat lehet tanulni tőle a fényről. Tehát oda kell figyelni. És a fénykvantumot magát kellene megérteni és megfejteni. Ugye az nincs megfejtve, az mese a holdba, hogy egy ilyen hullám jön, és majd eldönti, mikor ideér, hogy ő részecske vagy hullám, mert darabra meg lehet számolni. Ha van egy érzékeny fénymérőd, és hát nem is kell hozzá nagyon érzékeny fénymérő, egy erősítőre ráviszed egy egyszerű kutyaközönséges ilyen kis fényelemet. Van ilyen nekem ilyen 1x2 mm-es kis fényelem. És avval csináltam rengeteg érdekes kísérletet, és az a pici kis fényelem, hogyha ráteszed egy erősítőre, és nagyon lesötétítem, volt hozzá ilyen folyamatos sötétítő, világosító kis szerkezetem, ilyen kis optikai vacak, ami egyre jobban sötéterik, tehát a foncsolozása egyre erősebb, és akkor ettől kezdve, amikor én lecsavarom, akkor már alig jön át fény, és a lézernek a fénye kattog. Tehát mint a Geiger Müller számlád, úgy kattog. Tik-tik-tik-tik-tik. Ilyen össze-vissza kattog. Tehát nem folyamatosan di-di-di-di-di, nem, hanem ilyen össze-vissza, azt véletlenszerűen kattog. És ez a kattogás, ez mutatja, hogy korrekt dózisokban érkezik, egy valamilyen méretű dózisokban érkezik ez a fény, oda a fény elemhez, és akkor azért kattog egy, amikor becsapódik egy, akkor kattan. A szemedbe is ilyenek alkotnak képet. A szemed is egy borzasztó érdekes szerkezet, ahogy működik. Sokkal, de sokkal bonyolultabb az, mint amit ugye elsőre itten össze-vissza adoválnak róla. Azért az egy roppant bonyolult szerkezet. Ugye több millió látó sejtecske van a szemfenekeden. Igazából két darab kétdimenziós
felület, ha belegondolsz. Ugye ilyen kanálszerű, ilyen, mint egy kanál. Mert a szemfeneked így belül ilyen, egy gömbszerű valami a szemed, és a hátsó része, ott van ez a réteg, amiben a látást okozó sejtek vannak. És a végén egy ilyen kábelköteg jön ki ezekből a sejtekből, és a végén belemegy ilyen multiplexerbe, vagy mi a fenébe, tehát olyan sejtekbe megy bele, ami az egészet ilyen vonaldekódója, vagy hogy a számítástechnikában is van ilyen, tehát ugye a végén kijön a szemideg, mit tudom én, 200 vagy 100 vagy 200 szál ideg jön ki, de nem az a másfél millió, ami a látósejtektől jönni kellene, hanem átkódolja egy vonaldekóder, átkódolja egy ilyen szálrendszerbe, és ráadásul arra mi méréseket is végeztünk meg eredményes méréseket és mindent csináltunk, hogy nem csak az, hogy befele működik a szemet, hanem kifele is működik. Tehát nem csak vevő, fényvevő, hanem még adó is. Tehát kifele is képes adni. Igen, van ilyen a magyarban, hogy szemtől szembe. Szemtől szembe. Van ilyen a magyarban. Az azt jelenti, hogy a szememből jön és a szemedbe megy. Szemtől szembe. Az angol azt mondja face to face, a pofa a pofához, de az nem ugyanaz. A szemtől, az a szememből kijövő valami, és a szemedbe megy be. Tehát ez a macska szeme, fektus, hogy a macsaknak a szeme azért lát éppen. A látás az más, mint az információ. Te összekevered a látást az információval. Akkor én egy képet adok neked a szememmel, és nem az van, amit hiszel. Tehát amit a látással kapcsolatban, ez egy elterjedt tévedés, de ez van. Tehát ebből kellene kijönni, ebből a tévedésből, és egy kicsit utána nézni precízebben, hogy is működik a látás, hogy a hátsó látókéreg itt hátul van, hogy a hátsó látókéregbe mennek ezek a sejtek, vagy ezek az idegszálak, az idegszálakból egy része az keresztbe megy, a másik része nem keresztbe megy, mert az van, hogy de az egy jobb oldali szem a bal oldalra megy, a bal oldali szem nem, mert hogy mind a kettőről megy mind a kettőre, sőt, mind a két szemnek van egy jobb oldala, meg egy bal oldala. Tehát ugye a kettő eltérő. Mind a két szemnek van jobb és bal része, és az külön van választva. Tehát a látás szempontjából, tehát az egy szeműnek is van valamennyi térlátása. Az benne az érdekes. Ugye ilyen kiklopsz, mint én, mert nekem az bal szemem az nem jó, de látok vele, csak nem jó. De látok azért térbe, tehát azért tudok távolságot becsülni, nincs ilyen problémám. Tehát tudom, hogy közelre nézek vagy távolról, abszolút begyak. A gyerekkorom óta egy szomszéd lány verte ki egy vasúti, bádog vasúti sínnel verte ki a félszememet majdnem, és annyira kicsit megsérült a pont a pupillámnál, ilyen kis horpadás lett ott rajta, és azért ez egy furcsa látási problémát okoz. Látni látok vele, csak éppen ilyen furcsa, ilyen elkeni a képet horizontálisan, így szétmázolja a képet oldalra. Tehát visszatérve itt vannak a látósejtek, és a látósejtek igazából a látó ideg, az már egy külön téma. A békánál csináltak ilyen nagyon érdekes, ilyen kicsit állatkínzásnak vehető kísérleteket, hogy a békának egyszer kivették kis kanállal a szemét, és betették így van húzalozva. A kék és a sárga látott, tehát mind a két szemtől jön ide, és mind a két szemtől jön ide, de még ennél is másabb a húzalozás egy kicsit. Még ennél huncutabb húzalozás van. Tehát mind a két szem, ugyan a sárga mind a két szemtől, mind a két szemnek mondjuk a bal oldali része jön a jobb oldali agyféltekére, a jobb oldali része meg ide a bal, tehát ellenkező oldalra. De még ez sem egészen így van, tehát ez még egy huncutság. Na, a békának kiszedték kis kanállal a szemét, és berakták egyszer a helyére vissza. Csak ellenkezőleg a jobb szemet a bal oldalra, a bal szemet a jobb oldalra. És annyira regeneratív, de lehet, hogy még adtak is neki valami cseppet, amitől nagyon regenerálódott, ilyen popsikenőcsöt, nem tudom, hogy csinál. De a lényeg, hogy összenőtt a két látóideg. Összenőtt, és látott vele a béka. Na, de milyen érdekes volt, itt volt a légy, de ide lőtte a nyelvét. Mert összecserélték a két szemét. Milyen érdekes.
mindig nem tud eltalálni a békát, mert mindig az ellenkező oldalra, a béka a nyelvével vadászik, mint a kameleon. Az is a nyelvével, a béka is nyelvével vadászik, ki köpi a nyelvét, elég hosszúra ki tudja köpni a nyelvét, és ráragad a ilyen kicsit tapados a nyállal, ráragad a lény, és már benne is van a szájában, így tidű, már itt is van a vacsora. És volt egyszer találtam, fiatal srác voltam, mentem a Balatonnál, mentem így hazafele, és akkor ott egy béka ott ült az úton. Mondom, mi van béka király kisasszony, mi értem, és így megsimogattam, hagyta. Ilyen kis fejét így megsimogattam neki, hogy na mi van, itt ücsöröksz. És ott elkezdett mellette mászni egy bogár. Mondom, nézd, ott megy a vacsora. Oda nézett, meg is volt. Nagyon aranyos volt. Na, de a lényeg, hogy itt a látással kapcsolatban is lesznek még izgalmas dolgok, ugye, hogy miért látjuk a fénykvantumokat, miért okoz a szemünkben látó ingert, hogy működik a pálcika és a csapocska, miért van három, van akinél talán négy színű csapocska is, tehát hogy azok a színlátó csapocskák. Azonból kevesebb van, sokkal kevesebb van, tized annyi, tehát kevesebb van. Ezért van, hogy a szürkülettől kezdve már nem látsz igazán színesen. Tehát a csillagokat se igazán színesnek látod, néha ilyen pirosakat villam, vagy zöldet is, de én pirosat szoktam csak inkább látni, hogy a csillagot nézed, fehéres színe van, neki egyszer csak villan egy piros, rövidet, ilyen impulzus. Igen, az is egy érdekes, mert a szemedbe elegendő mennyiségbe érkezett be fénykvantum, arról a csillagról, és azt még színlátásnak tudta detektálni. Ez a farkasvakság, ugye, hogy színlátása rossz neki a sötétbe, és nem lát rendesen. Van, aki egyáltalán nem rendesen lát, hanem szinte nem is lát. Én volt két, az egyik az még él, a másik az már nem él, de nem ebbe halt bele. De az is olyan volt, hogy mondom, rámész a járdára, hol? Ott. És ha sokáig nézik valamit, ugye nem menne mondjuk a csillagunkon az égen, valahogy tudnám követni, akkor ugye elvileg több fény jutna ugyanoda, akkor megjelenhetnek. Igen, ezért a távcsövekkel már jobban látni a csillagoknak a színeit. De ha most a távcsövet kihagynánk, technikailag elvileg gyűlhetne annyi fény a szemben? Hogyne, hát van az éjszakai ragadozóknak ugye más a pupillája, más a szeme, nagyon, hát egy bagoly az nagyon jól lát a sötétbe, meg egy csomó sötétbe látó állat van, akinek nagyon nagy tágra nyílik a pupillája, és nagyon, tehát talán nem lát tűélesen, de lát szóval fényt lát rendesen, úgy, mint te, már alig látsz olyankor, ő még lát. De itt van az, amit mondtam, hogy a hátsó rész a szemének visszaveri a fény, és akkor ilyen fény sokszorozóként működik. Lehet, hogy sokszorozóként működik, mert lehet, hogy valami feszültség alatt van, és akkor még gyorsító feszültség is van. Bár az nem egészen úgy működik az a fénysokszorozó, mert ott van egy ilyen kis képernyőcske, amire rávetíted az infravörös képet, de az egy olyan anyaggal van bevonva, szelén, mit tudom mi, amit feszültség alá is kell helyezni, nem csak, hogy és mint egy ott legyen, mint egy elektroncső, így van az anód meg a katód, és fölgyorsítja a fénykvantumokat, pontosabban az elektronokat, amik a hátsó felületre becsapódva már képpé alakulnak. Tehát van ilyen az éjszaka látó távcsövek, ezek, hogy rögtem rajta, hogy mit tudom én, hogy a kínaiak eladták az infratávcsöveket ezeknek az irakiaknak, mint is az amerikaiak fel voltak dúlva, hogy meri szerint kell adni. Most úgy gondolja, tehát ez a beképzelt idiotizmus, mert nem tudok más mondani, mert ennek a technikai kivitelezése egy ilyen cuccnak már egy egyetemnek simán meg kell legyen. Tehát egy egyetemi laborban már lehet ilyet csinálni. Egy kis üvegtechnika, kis ez, kis bevonat rajta, hát ezek nem olyan elérhetetlenek egyáltalán. Tehát ha megvan róla, mert rengeteg leírás, tele van vele az internet, atombombáról is, mindenről, csinálhatsz, atombombát, meg is csinálták a diákok. Igen, lehet, csinálhatsz, atombombát is csinálhatsz, minden le van írva, ott van, kim van, hát az öregek ezt még nem tudják sokszor, hogy meg az öreg tanárok sem. Nem tudják. Egyszerűen nem tudja kezelni az internetet. Nem érdekel engem már. Hát így aztán le vagy maradva 250 brossúrával, pont ezért. Ja, mert hogy nem nézel utána, meg nem analizálod. Tehát itt van, hogy a kutyák mit látnak, meg az emberek.
ez az embereknek a látó spektrum, ugye 400 nanométertől a 700 nanométer, 720 meg 380, de szóval ez a látó szín zónája az embernek, ennyit látunk. De a kutyák nem látják ezt, hogy ők a világos kéktől látják a sárgáig, de zöld nincs is benne, nézd meg. Tehát ez a sárga és kész, ennyi. Ezt mutatták ki, hogy a kutyák ezeket a színeket látják csak. Tehát színesen lát, de nem egészen úgy lát színesen, mint te. És ugyanígy vannak rovarok. Tehát nem véletlenül színesek a virágok, hanem azért olyan színesek, meg illatosak, mert a rovaroknak van szagdetektoruk, meg van fénydetektoruk. UV-detektoruk is. Úgyhogy ezzel a sokféle érzékelő rendszerrel, amit a rovarok, meg az állatok kidolgoztak, ezekkel lehet, hogy lehet látni azt, amit te nem látsz. Ó, bizony, bizony, bizony. És érdemes ezen gondolkozni, utána nézni, megtanulmányozni, mert ezzel megint a tudásban kicsit megint előbbre tudunk menni. Tehát az a látásnak is lesz nagyon fontos szerepe, de ugye, de mi a fény? Ez egy tapasztalati dolog, a látás, ugye a szín, a látás, az egy tapasztalati dolog, a prizma, te is tudsz prizmát csinálni, hát csak kis izére kell hozzá ilyen FBS ragasztó, meg ilyen szépen levágott üveg, csík, kettő, vagy három, levágsz két ilyen üvegcsík, kis szög alatt össze ragasztod, középen egy keskeny csíkot beragasztasz közé, az aljára fölragasztasz egy lapot, egy kis háromszögletű üveglapot, ráragasztod, és belöntesz vizet. Olyan tök jó prizmát lesz. És ezzel a polarizált fényt próbálták magyarázni, ugye? Hogy az ott forog az a polarizált fény, és akkor itt már a polarizátoron átjött fény, és itt meg már depolarizáltam. Na. Hát ez persze úgy rossz, ahogy van, mert a mágneses és a mágneses és az elektromos impulzust a rádióknál ott azért, én rádiamatőrködtem, tudod, és azért ugye erről van valami elképzelésem, igen. Van egy kicsit, de hát ott azért a rádióhullámoknál azért nem egészen úgy van az, hogy az elektromos meg a mágneses az derékszögben így áll egymásra, egy franc karikát áll egymásra, mert az egyik színusz a másik koszínusz, tehát még el is vannak csúsztatva. Lehet, hogy így áll, meg így áll, de el vannak fázisban csúsztatva, 90 fokkal arrább van. A színusz az, ami az elektrostatikus nagyfeszültség, vagy izéne a színusz, a másiknál koszínusz, a mágneses, a B az már koszínuszban van. Tehát, hogy egész egyszerűen rossz az elképzelés, és ezzel tele van az internet. Mert hogy azt mondja, hogy így elfordulok, de nem, bocsika, mert hogy a rádióadónál, ahogy működik, ugye amikor az antennában nyomom befele az elektronokat, akkor ameddig az adó teljesítménye képes, addig tudom belenyomni az elektronokat. Akkor így fölfújom elektronokkal az antennámat, és amikor már nem tudom jobban fölfújni, akkor megáll a színusz tetején, és akkor már a színusz lefele a szálvágba következik, kezdem kiszívni az adó antennámból az elektronokat, aztán megint belenyomom, kiszívom, belenyomom. Ez a vívő hullám így működik. Na most, akkor ez hogy van a fénynél? Miért megy ez a fény milliárd éveken keresztül át az univerzumon, és még mindig működik? Miért is van? Mint ha elfelejtették volna ezt nekem megmondani. Azt mondtuk, hogy van tömege, mert a tömegvonzás... Arról nem is beszélve, hogy azt mondtuk, hogy van tömege, de egy színusznak nem lehet tömege, tudod? Szóval ott is baj van, hogy ezzel a tömeget kicsit nehéz lesz ábrázolni, de nem is arról van szó. Tehát bizonyítja, hogy nem olyan a fénykomám, amilyet te itt dumálsz, lehet, hogy van neki olyan színuszos komponense, amit te bekanalasztál nagy szívlapáttal, de becsapott téged. Mert hogy ez nem úgy működik. Ez a hülye nem úgy működik. Ez másképp működik. Hülye fény, lehet lehülyezni a fényt, az tűri, hülye fény, kész. Ráadásul Lucifer az a fényvívő, úgyhogy hülyezd. Na, tessék. Majd kapsz az arcodra, de az egy dolog. Na, csak hülyezd nyugodtan. Tehát itt nézd meg azt a polarizált fényt, ami ott balra fönt van a képen. Nézd csak egy kicsit meg. Mi a baj azzal? Van neki egy állati nagy baja, de baromi nagy bajom. Nem megy az X-tengelyen. Nem megy át az X-tengelyen. Utána meg átmegy. Látod? Amikor ott kilapult színusszá, de bocsika,
ott meg nem megy át az X-tengelyen. Tehát csak forog az X-tengely körül, de nem, nincs, ez a fény nem rezeg. Ez halad és forog. Nem? Baromi ciki. Egyszer a Műszaki Egyetemen, hát vagy 25 évvel ezelőtt volt egy előadásom, fizikus kirohant, amikor ezt mondtam. Kirohant. Zrínyi. Aztán ide járt hozzám egy évig legalább. Az a kérdés, hogyha ugye nem egyszer az istenként, de longitudinálisan mozog, akkor az rezgés. Igen, hát nem mondasz rosszat, igen. Mert ugye a fény alapvetően longitudinális. De alapvetően az. Tehát nem transzverzális, mint amit rajzolhatnak itt ezekkel a színuszokkal, hanem longitudinális. A lezajlása lehet színuszos, a hanghullám is longitudinális. Tehát ez egy sűrűsödő, ritkuló hullám, amit megy a levegőbe, ahogy beszélek. A füled dobhártyádat nyomkodja az a rezgés, amit én a hangszalaimba keltek, az ilyen sűrűsödő, ritkuló hullámokba terjed a füledig, és akkor azért hallasz engem. De a fénykvantum így működik, itt van. Megnézed, hogy működik. Belemegy önmagába egy időforrás, és amikor belemegy, keletkezik előtte egy második, az is megy, de az csak egy látomás már. Ott van a szív, amit a lányok annyira dobálnak mostanában, látod? Látod a szíved? Ez az a szív, az az Isten szíve. Mert ez a Szentlélek keletkezése is, az nem más, mint egy fénykvantum. De egy speciális fénykvantum. Ő a legelső fénykvantum, és majd minden ő benne fog lezajlani. Nem ott bent a közepébe, hanem a hullámterébe. Mi mondták, hogy ez krokodil szív. Tessék? Hogy ez krokodil szív. Krokodil szív? Meg krokodil. Igen, ez a kacsalábon forgó vár a mesénkben. Az a kacsalábot, láttad ott azt a kacsalábot kialakulni? Az a kacsalábon forgó vár, aminek mit tudom, 100 ablaka van, és mit tudom, mindenféle érdekességek vannak róla. Az antitér is megvan a magyar népmesékben, a Kalamóna névre hallgat, az antitér. Tehát létezik az antienergia, képzeld el a népmesében. A fizikában meg nem létezik, ne hülyeskedjél, hát nincs. Hát ne hülyeskedjél, hát hol a francban van? Hát már kellene legyen, de nincs. Hát még a teret sem tudják, hát ne vicceljünk. Hát ez a téridő, amit most láttál, ez a téridő, ez a Szentlélek, az egy ugyanaz. Belőle, benne, általa mondja a mise. Belőle van minden, benne van minden, és általa van minden. Na hát az nem lehet, akkor levágta a kezét, a lábát. Persze, mert humánt akar látni. Érted? Ő egy antropomorf istent akar minden áron maga, egy emberszerű. Mert az ember az Istent a saját képére és hasonlatosságára megalkotta. Nem fordítva. Ezt az ember alkotta, ez úgy rossz, ahogy van, persze, de ő megalkotta. Minden esetre ő megalkotta. És nézd meg, ott van a Mahada hatszirmú lótusz, ami az indiai mitológiában megvan, az a Mahad, az a hatszirmú lótusz, és hát az nem más, mint a télidő. Mintha nekünk ez meg lenne, ezt rajzolgattuk körzővel, emlékszel rá? Amikor gyerekek voltunk, akkor rajzoltunk egy kört, aztán beszúrtuk a kerületére, aztán utána húztunk egy körívet, aztán mindig arra szúrtuk, és akkor kijelöltük a következő pontot, és lett egy ilyen hatszirmú virág. Emlékszel, hogy azt rajzolgattuk? Az az életvirága. És akkor te a szent lelket rajzolgattad, csak nem tudtad, hogy mit csinálsz. Igen. Tehát az Isten ravasz, de nem rossz indulatú. A fizikus is rajzolta, de még mindig nem jött rá, hogy milyen a téridő. Még mindig. Volt a Wheeler, az kezdett rájönni. De a Wheeler, az egy amerikai fizikus, kezdett rájönni, már jókat írt le, hogy félspinű, meg mit, leírta, hogy az már nem lehet más, csak egy spinort ért, tehát egy csavarodott, bonyolult, csigaházszerű, tehát jó kezdett már csinálni, aztán visszatáncolt. Olvastam a Wheelernek az egyik publikációjában, hogy a fény, amikor becsapódik, akkor eldönti, hogy ő fiú vagy lány, hát ez már tiszta ilyen gender ideológia, hogy becsapódik, eldönti, hogy ő részecske vagy hullám. Akkor dönti el. Amikor oda csapódik, addig nem lehet tudni, hogy micsoda, akkor rögtön eldönti, hogy ő most részecske vagy hullám akar lenni. Nem. Mindig hullám, aminek van részecske-szerű természete. Mindig hullám.
A fény az mindig hullám, nincs részecske ott egyáltalán. Nincs is neki semmilyen felszíne, ilyen anyagi jellegű felszíne, mint a részecskéknek. Anyagi részecskéknek és a lelkednek is, a testedbe lévő anyagi részecskéknek is van felszíne. Az is egy átverés, az egy nagy, a mája fájtla, ugye, az a részecskék felszíne, az csak egy ilyen átverődés, mert az egy időtükör, tehát egy időellentmondás felület, amiben bele tud ütközni a fénykvantum, vagy a másik részecske, és el tud róla pattanni. Igen. Mert az egy bentről kifele keletkező őrült bonyolult dimenziórendszer. Tehát egy hidrogén atom 740 ezer dimenziós. Ez olyan állati, 320 ezernek a végén már 320 ezer pár a felülete, igazából a 320 ezer pár. Itt van egy fénykvantum, akkor, amikor halad. Keletkezik és halad. Nézd csak, hogy mit csinál. Ez állandóan keletkezik és halad. Na, ezért megy évmilliárdokig. És ezért marad meg a téridő, vagyis a szentileg évmilliárdokon keresztül sokáig. Nem örökké, csak nagyon nagy emberi léptékkel örökké, de a valóságban sokkal, nagyon-nagyon sok milliárd évig, de aztán egyszer csak annak is annyi lesz. Tehát a bráma, ez a bráma. Ez a bráma, az a Szentlélek, az a bráma. Az nem egy más valami, nem egy indiai meg, nem egy... Nem, az ugyanaz. Az ugyanaz, csak egyik nép így nevezi, másik nép úgy. Az angolok nem azt mondják, hogy spicski, hanem azt mondja, hogy mecsiz. De hát attól még ugyanarra a gyufára gondol mind a kettő. Értitek? Tehát az emberi hülyeség rögtön belekapaszkodik egy-egy ismert szóval, rákapaszkodik, és ott görcsök. Nem mondom, te nem kéne. Hát nézd, alaposabban kéne gondolkodni, egy picit. Figyelj, én nem vagyok fizikus, én nem vagyok biológus, nem vagyok kémikus, én egyik se vagyok. Ülök itt és hülyeségeket, reszegetem a körülbelül és hülyeségeket beszélek. De, igen, de tudod, elmondom a megoldást közben, mert sokszor azt mondja, hát mindig ismételgeti magát, figyelj csak egy kicsit, minden egyes előadásban elmondok valami olyat, amit ezer éve nem tud senki megoldani. És ott van, elmondom a megoldást. Persze, de ott nem szírezem ki. Csak kiejtem, elmondom, de nem mondok semmit róla. De elsik az fölöttem, mert olyan már olyan lényegtelennek tűnik, de nem lényegtelen. Ott mondtam el a lényeget. És amikor elmondtam a lényeget, mindenki elsiklik fölötte. És akkor vissza, volt olyan, hogy visszakerestettem vele, mondom, na, tekerjük vissza a filmet, nézd csak meg, ott mondom. Tényleg. Hát mondom, te itt ültél. Melegedsz? Vagy most miért is jössz? Nem? Gondolkodni nem szeretsz? Vagy most mi a túró van? Volt olyan, hogy hátrafele mondtam ki a megoldást. Tehát hátrafele. És hátrafele kiejtve kimondtam a megfejtést. És azt mondták, hogy soha nem mondtam ki, semmit nem mondtam ki, na akkor tekerjük, még hangfelvételben, tekerjük vissza, és hátrafele ott mondom ki. Tehát mondom, nézd csak oda, ott én kimondtam. Ja, hát hagylak téged élni, hát gondolkodni, mert ha csak meg akarod tanulni tőlem, az nem lesz jó. Én tudom, te semmit ne tanulj meg, semmit ne higgyél. Aki nem hiszi, járjon utána. Tessék utána nézni, és ez az élvezet, amikor utána jársz. És akkor hát kapom sorba százával a leveleket, ilyen mindenféle. Hát ezt azért napi 3000 ember megnézi. Sokan. És ez jó, mert akkor nem pusztába kiáltott szó. Nézd meg, így megy egy haladó fénykvantumnak ilyen a hullámterje. Mit látsz rajta? Indítsd el előről, még egyszer, Peti. Na, mit látsz rajta? Ez egy téridő, ami fénysebességgel megy. Tehát a téridő itt nem fénykvantum, az is egyfajta fénykvantum, hanem térkvantum, de ő is tud fénysebességgel haladni, mint a fény. Mert ő is egy fénykvantum. Nézd meg, mit csinál. Itt keletkezik állandóan, ugyanazt csinálja, mint az előbbi, hogy belemegy magába, és azért nem tudja átlépni a saját fényterjedési sebességét, az a múlterjedési sebessége, az egy etalon, nem a fénysebesség az etalon, hanem a múlterjedési sebesség. Az Einstein úgy hívta, hogy eseményhorizont. Tessék, Pancsa. Hát a körbemásolódás, hogyan jön létre az oldaltúri kártyútúr? Ugyanúgy. Ugyanúgy létrejön, csak itt nem olyan, az egy egészen bonyolult, tehát azt nem is akarom oda keverni, de ugyanaz történik, oldalt ugrik, átlott ugrik, de amikor oldalt ugrik, háromnegyed fordulatot kell gondolni, nem negyedet.
ugye, mert egy oktaéderbe, amikor oldalt ugrik, akkor mindenki arra gondol, hogy átmegy az egyesből a kettes pontban, nem. Körbe megy át a kettes pontban, három egyet fordulattal, mert úgy tudja megcsinálni azt a hurkot, amit az előbb láttál. Amikor visszakanyarodott magába, az pont három-négy fordulatnál teszi meg. És amikor megvan ez a három-négy fordulat, akkor jelenik meg előtte egy virtuális másolata, mert hogy azt hozza felé az a hullám, amiben belemegy. Az ő saját képét hozza. És az Isten írt nekem erre egy nagyon aranyosat, hogy a képe létezik, abból létezik. Tehát azt mondja, hogy igen, eltaláltod a csövönajukat. Így van. Tehát a képe létezik, abból létezik. Ez a világegyetemnek az egyik legnagyobb titka. Ez az Uroborosz. És ez van az Unitárius Egyháznak a címerében. Van az egy igazi régi magyar egyház, aki reformáció. De hogy a re, az csak azt jelenti, hogy vissza. A sok lükebóka azt hiszi, hogy az valami forradalmian új. Nem. A re az azt jelenti, hogy vissza. Ugye? Tehát reformáció, visszaformálást, de a svájciak mást formáltak vissza, meg az erdélyek is más formáltak. Nagyon más volt az erdélyi reformáció. Tehát az unitárius egyházban még az egyiptomi tudást formálták vissza, persze földön kívüli eredetű űrhajókkal jöttünk ide, stb. Tehát ott még a tudásnak olyan magas szintje volt, hogy ott még nem tartott mai emberiség, de a legjobbak se tartanak ott, akik már ott tartottak ezelőtt, 15-20 ezer, 50 ezer éve, 70 ezer éve jöttünk a Földre, magyarok. 70 ezer éve. Nem ám 6 ezer éve, akkor volt a teremtés is. Akkor nem 6 ezer éve, hanem most már 7, egy újra teremtés volt, de bocsánat, az nem azt jelenti, hogy addig nem is voltak csillagok, meg semmi. És itt vannak az ábrák, nézd már meg, itt az oktaéder lerajzolva, ott a fénykvantum lerajzolva, látod? És ez tudást hordozott, csak ezt már nem értette senki. Csillagocska, meg izécske, az ő agyában ennyi, aztán kész, elfutott mellette, pedig ott volt a megoldás. Térdig járhat benne, ő akkor se fog rájönni, mert ahhoz el kell odáig jutni. Tehát amikor kiszerkeszted, én is úgy jöttem rá, hogy kiszerkesztettem. Gyerekek, nem volt egy ilyen ekkora nagy ánulás papírra szerkesztettem ki a téridőt, és nem volt akkor a körző a világban se, hogy én azokat kiszerkeztem. Összedugdostam az összes ilyen oldóval, a körző ez akkor is rövid volt, és akkor ilyen lécekkel, meg egyebekkel csináltam körzőt, és úgy tudtam, lukat furtam rá, hogy beledugtam a izét, beledugtam a cerkahegyét, és akkor azzal húztam olyan éveket, mert egyszerűen nem tudtam másképp megoldani. Mert olyan nagy szárú körzőm nem volt. Vettem itt még a bizományiban vettem egy ilyen körzőkészletet, így ekkora nagy, bazi nagy orosz körzőkészletet vettem, és az is rövid volt, nem miért, mondom, az se ér, arra sem. És akkor már ilyen lécekkel kínlottam, de kiszerkesztettem. Tessék, Pancsol. Kettős rész kísérleti miatt gyakorlatilag az az a magyarázható, hogy a fénynek kiterjedése van? Úgy van. És akkor hogy gömbszerűen kiterjed. Igen, akkor a második része egy későbbi, vagy korábbi állapotot látni? Az ő állapota van mindig kép. Tehát mindig hullám. Időben nincs csúszás a két képen. Melyik helyen megy át a forrásrendszer, és hol megy át csak a hullámrendszer? Tehát melyik helyen csúszik át a lukon maga a forrásrendszer, ami kelti a fénykvantumot? Azok időforrások. Másolati virtuális időforrások, de időforrások. Ugyanolyan működésűek. És azok az időforrások, amik a fénykvantumot a létezésben tartják, azok egy képet árasztanak magukra, saját magukat. Itt vagyok én. Semmi más, csak hogy én itt vagyok. Egy képet. És ez a kép jelenik meg a másik számára. És az úgy néz ki, mintha ott lenne ő maga. És megkérdeztem az Algonserán, az ide 98 fényévre van most innen nézve, megkérdeztem az Algonserán, hogy te milyennek látod magadat. Az algol szerán az algol csillagnak a napistene, vagy hogy mondjam. Az a térforrás az algol csillagban. Ő a térforrás. Ez azt jelenti a napisten, nem ilyen bácsika, nagyszakállal, meg felhülyeségeket találnak ki az emberek. Hanem az csak egy fénykvantum, de okos. Hát ő tartja fönn az egész nagy csillagrendszert, okos, az mindent ő mozgat, ő mozgatja a bolygókat, ő keringeti a hatalmas bolygókat, minden.
Ugye, hogy? Egy fénykvantum. Hogy a francban? Hát az nem lehet. Hát úgy, hogy ő egyel előbb van, mint bárki. És akinél ő előbb van, azt ő tudja mozgatni. Tehát a drótokat ő húzgálja. És nem az ő drótját húzgálja valaki. Azt is húzgálják egyébként, mondta, azt mondta, hogy belőlem 100 és 100 millió ilyen időszál indul ki, és egy időszál jön hozzám nagyon messziről. Az a teremtőtől jön. Az a teremtőtől jön. Így néz ki egy fénykvantum hullámtere, amikor feléd jön, ez egy függőlegesen eloszlású forrásrendszernek egy elemének az útja. Tehát ez a fénykvantum. Ott megy körbe-körbe így, egy kör alakú pályán egy fénykvantumban lévő időforrás. Itt hiányzik az időszakos létezés, egy több dolog hiányzik ebből az ábrából, de magát a pályát meg az egészet nagyon szépen ábrázolja, és ezt mondom el, hogy így körbe-körbe, ez feléd jön ez az időforrás, és azt látod, hogy így terjed a hullámtere, gömbszerűen terjed a hullámtere. Ezek már évtizedek óta megvannak nekem. Ez nem úgy van ám, hogy most én kitalálom meg, majd te engem lekörözöl, hát felejtsd már el. És én nem akarok több lenni nálad, nem azért mondom, de hát azt felejtsd már el, hogy te találod ki. Hát amikor már ott van évtizedek óta, meg kint van az interneten, rajta van a dátum, meg lehet nézni, hát nincs mese. Nem lehet azt mondani, hogy tőled loptam, neked álmod nem volt még erről soha, amikor most én elmondtam. Nem baj, ha a felismerés gyönyörűséget okoz neked, nem baj, ha megérted, nem baj, ha örülsz neki, ez nem baj, örülj neki. Azért csináltam, hogy örülj neki, hogy most már értjük a fényfantum belsejének a működését. Tehát nem ilyen hülye színusz hullámokat kell rajzolgatni, hanem abban vannak fénymagok, amelyek körbe másolódnak, de ott is van egy szünet, ugyanúgy van egy nem térnem időszünet a fénykvantumban is. Pontosabban több is, meg kettő. És ezek a nagyon bonyolult hullámrendszerek, 88 dimenziós egy fénykvantum. Amúgykor mondtam, hogy annyi lépcső vezet föl hozzám a lakásomhoz, képzeld el. Hát most ilyen a mesében nincs, de tényleg, és mi van fönt a kövezeten? Fénykvantumok. Azok vannak oda letéve a kőre, hogy fölérté haver, így néz ki a fénykvantum. Komolyan. Na jó, hát erre én sem akkor jöttem rá, hogy úgy születtem, hogy már tudtam, de hogy is. Hanem amikor megfejtettem, na akkor. Hát mondom, főnök, azért nem lehet szám ilyet. Hát ez 30-as években épült ez a ház, én még kies terv sem voltam az apám tökében, amikor már ott volt az a fénykvantum, lerajzolva, meg már sokkal régebben is. De az a lényeg, hogy ott volt. Előttem volt, végig. Amikor oda beköltöztem, hát 81-ben beköltöztem, akkor ott volt az, de én akkor még nem foglalkoztam ilyen mélységében a fénykvantummal, csak sokkal később kezdtem ezzel foglalkozni. Parancsolj! Nem értem igazán, hogy az első teremtésnél létrejön ez a hatos színnek rájú fény, az a maga térítő. Igen. Ebben megtörténik a második teremtés, amikor ugye benne megszületik a 8 szimmetriát. Igen. De ez is fénytér. Az is fénytér, igen. És ebben akkor ezek a fénykvantumok, ezek a fénytér gerjedései, vagy ott további teremtés kell ahhoz, hogy fénytér. Teremtés folyamatosan van, fénykvantumok állandóan keletkeznek és el is enyésznek. Ezek ilyen fraktál dolgok? Fraktális szerkezetű az egész világegyetem, és az az érdekes, hogy a fénykvantumok folyamatosan keletkeznek és pusztulnak. Mert ugye az energia megmaradás törvénye tiltaná, tehát ha egyszer egy fénykvantum van, akkor az van, kus. Az mindig lesz, ugye, mert az energia megmarad, ott nincs mese, megmarad. Tartós, de azért a népmesében van egy érdekes megfejtés, sőt, több megfejtést is mond. Hol is van? Amikor levágják a hétfejű sárkánynak, ugye a fénykvantum a hét forrás van. Hét tűzforrás, ugye hét darab körbe másolódó tahion, így is mondhatjuk. Na most, amikor egy csapással levágod az összes fejét, akkor ugye minden fej, láttad, hogy keletkezik, minden fej az előző fej látomása. Na de egy csapással lecsapod az összeset, megszűnik a látomás. Tehát megszűnik a fénykvantum. Vagy még van egy másik megoldás, melyik is? Szíven szúrja a sárkány. Úgy van. A János Vitézben is benne van, tehát tessék ezen, hogy egy ilyen körbe rohangál a rajzfilmbe a tűz sárkány lángokat okádva, és akkor bekapja a János Vitézt, az meg összeszorítja a szívét, ugye? Hát hogy hívjuk a lányokat? Szíven?
mert hogy a királylány, a fénykvantumban is van egy királylány, a hétfejű sárkány várában van egy királylány, ami állandóan újra kelti, átmásolja mindig a túlsó partra a királyfit. Tehát ez csak egy látomás, amit átmásol mindig a túlsó partra, és akkor megint tesz 3-4 kört, megint átmásol a túlsó partra, megint tesz 3-4 kört, megint átmásol a túlsó partra, és ezt csinálja a végtelenség. És akkor így keletkezik, állandóan keletkezésben a fénykvantum. Ha lecsapom egyszerre mind a 7 időforrás belőle, akkor megszűnik a fénykvantum. Vagy a szíven szúrom a sárkányt, ugye ez a másik, hogy a szíven szúrom a sárkányt. Tessék észrevenni, hol van ez, ki tudja? Esztergomi bazilikában, úgy van. Tessék majd észrevenni, itt vannak a fénykvantumok. Ez egy fénytemplom egyébként minden szempontból, tehát csak nézd meg egy kicsit jobban. Az előbb tettem egy megjegyzést, ha a kettőt összerakod egymással, azért érdekel. Szóval megmozdul benned vagy a tehetség, vagy a kukac. Az előbb tettem a fénnyel kapcsolatban, fényvívő, ugye emlékszel rá? Jó, most én ne erőltessük ezt, csak azért, csak úgy mondanám, hogy azért ez annak a temploma, csak igen. Igen. Na, és akkor itt vannak a dimenziórendszerek, látod? Tehát ez egy igen sok dimenziós rendszer, és ez a sok-sok dimenziós rendszer ilyen fénykvantumokat tart működésben. Itt vannak a fénykvantumok, azok a nyolcágú csillagok, azok az energiacsillagok a misztikában. Azt úgy hívják, hogy energiacsillag. Talált süllyed? Bocsánat. Mert ez a fény, az az energia. Igen. Tehát az a misztika, amit ezek a nagyon szkeptikus, nagyon materialista okostojások leszóltak, bocsánatot kérek, azok akkorát lőttek mellé, hogy azt se tudják, hol a kapu. Hát nem a bíróba kell rúgni a labdát, vagy a közönségbe oldalra, nem tacsra kell rúgni a gólt, bocsánat. Mert hogy oda rúgják. Mert hogy ott volt a megoldás, miért érdekelte, és jött a megoldás. Főszívta magát, s majd én megmutatom, hát jó, mutasd, mutogatos bácsi. Tehát ki kellene jönni. Ez az esztergomi bazilika, és nagyon sok dolog ott van a megoldás. Egyébként kint az ablakában, meg mindenhol még ott vannak a megoldások, tehát ha kicsit jobban megnézed, akkor szépen ott van minden, ott vannak a tűzelemek, tahionok lerajzolva, minden ott van, ki van rakva. Tehát az az elágazásrendszer, ami a superstring, az is ki van rakva, és csak hogy nem érti senki, mindenki nézegeti, dekoráció, elmegy mellette. És halálra keresi, egész életibe keresi, mint fizikus, nem jön rá, hogy mi a fény. Hát nem az a fény, nem elektromágneses hullám, mert se nem elektromos, se nem mágneses. Tehát nem ele. Ja, hogy akkor fedezték föl itt a rádióhullámokat. Úgy oda csapták hozzá a fényt, ahogy köl. Ugye? Akkor fedezték föl a rádióhullámokat, rögtön besorolták elektromágneses hullámnak. Az a marhaság, az az ábra, amit láttál, az a polarizált fényről az a marhaság, na az mikortól származik? Én a 12-es csillagászati könyvben már láttam. 1912-ben megjelent csillagászati könyvben, már láttam azt az ábrát. Tehát azóta másolják egymásról, 100 éve. És a megoldás még mindig nincs meg. Hát talán kéne mozdulni. Jó, hát a kirohant a fizikus, amit mondtam az előadásomról, meg én is kirohant Nyíregyházán, a tanárképző főiskolán volt az előadásom, rendesen katedrán, ott is kirohant a fizika professzor. Persze, mert megdől a világképe. És azt ő nem akarja, ha ez olyan nincs. Olyan, mint amikor egy tolvajnak elkezdik elmesre, hogy loptad el. És akkor ő azt hiszi, hogy azt nem tudja senki, ne látja. Minden részletet, a legfinomabb részleteket is te pontosan tudod, hogy ő mit csinált. Mert persze, mert láttad filmen, csak annyira együgyű idióta, hogy nem tudja, hogy minden tele van kamerákkal. Mert ő még ekkora kamerát keres, de hát az a kamera már csak ekkora, tudod? És oda be lehet tenni, vagy valahová, és te nem is veszed észre, mert figyelmetlen vagy, meg annyira be vagy izgulva, hogy most mit fogsz ellopni. Aztán utána meg le vagy filmezve, és akkor teszik eléd a filmet, hogy ne hülyeskedjél a haverát. Mert hozzá se nyújtam, nem is voltam ott, nem, na nézd csak ide, itt van. Filme vagy véve? Nem kell ez a hülyeség. Tehát ez settenkedő, tudod, a
hogy hívja Bakás Tibor settenkedő, aki aztán két kolbászt ellopott volna, és akkor Bakás Tibor lopakodó lett belőle. Persze, hát ez ugyanolyan. Mert azt hitte, hogy nem látják, hát a kamera fölveszi, hát ennyire nem lett a hó, és ennyire. Tehát nézed, de ha mondjam, elipszilonnal ír, folytott, akkor azért az, tudod? A belefolytást az elipszilonnal írja, akkor azt mondom, hogy na jó. Na most ott is most láttad a tévében biztos, hogy bóckodtak ezek az elvtársnők ezzel a táblával. Jó van, gyerekek, ez ennél sokkal, de sokkal durvább. És ezt még nem vett észre senki, majd én most elmondom. Ott álltak majd 15-en. Operatőrök, riporterek, izék, az MSZP-ből vagy mit tudom én, 30-an, vagy 20-an, mit tudom, sokan ott álltak. Ezek itt tartották a táblát. Ja, egy se tud helyes írni. Mert hogy legalább egynek azt kellett volna, te tedd el azt a táblát, azt nem jól van írva. Hát egy sem mondta. Szerintem mire csinálták, hogy felhívják magukra a figyelmet? Hát hiába minden, csak hülyének fogják őket nézni. Szóval... Hát eddig is azt csinálták. Jó, hát ez a, most feltrenkedtük a földön, meg eldobhatjuk magunkat, színészkedhetünk. Gyenge, ez nagyon gyenge színészi teljesítmény. Beszélnek róluk, igen, az a kabátlopás esete. Ugye, hogy a végén a te kabátodat lopták el, de maga benne volt valami kabátlopásban, szóval. Ez azt mondja, de igen, valami, úgy emlékszem, hogy maga benne volt valami kabátlopási esetben. Igen, csak az én kabátomat lopták el, az a probléma, tudod. Na szóval ez ugyanolyan, hogy beszélnek róla. Tudják, hogy a negatív reklám is reklám. Igen, mert erre mindenki emlékezni, hogy ilyen hülye nem lett, de ilyen hülye is lett. Igen. De egyébként ilyen, szóval nem tudnak elsérni. Rengeteg levelet kapok doktoroktól. Tehát doktorátus van, tudom. És figyelj, tele van helyesírási hibába. Még ha nyugatról kapom, mondjuk a USA-ból, vagy mit kapom, akkor elnézem neki, mert mondjuk hallás után tanult meg magyarul, ilyen is van. A szüleitől ott megtanult ugye magyarul, de ő nem járt ilyen helyesírási iskolába, semmit nem tanult. Azt elhiszem, hogy leírja a ahogy kell a dolgokat. Nem azt írja, hogy vasgolyó, hanem zsével írja, hogy vasgolyó, mert úgy mondod, hogy vasgolyó, nem. Nem azt mondod, hogy vasgolyó, azt sosem mondjuk. Vasgolyó, zsével mondod, de nem úgy írjuk, mert ő a hallás után tanulta, és azt írja, hogy vasgolyó. Tehát nincs vele bajom. Tehát ezeknek én szó nélkül elnézem, nem is szoktam ki. Próbálják kijavítani, érdekes, hogy itt nyelvészkedni akarnak. És akkor nagyon nyelvészeknek így ráirányítom a figyelmét, hogy nézd oda. Ha mi nyelvészkedünk, akkor higgyed el, hogy én tudom, hogy az nem jól van írva, tudom, hogy mit, milyen hibát megmutatom neki, hogy melyik könyvet lektoráltam, melyik könyvet, tessék megnézni. Ott van, küldöm neki a kolofont, tehát láthatja, hogy ott vagyok benne. Tehát nincs semmi mellébeszélés, és akkor mit tudom, én ráirányítom a szótáraimra, hogy 200-nál több nyelvre csináltunk szótárat, oda-vissza szótárakat. De mindenféle olyan nyelvre is, amit a büdös rohadt megveszek, hát életben nem találsz meg, se az interneten, se olyanokra is csináltam, egy csomóra, tehát ilyen nagyon speciális, már csak kis, kevés ember által beszélt indián nyelvek, hogy már csak néhány indián törzs beszéli ezt, stb. Ilyenekre is ott vannak a szótárak. Tehát ha ez téged érdekel, akkor ott megnézheted, és magyar ABC-ben van minden, kivéve van egy hun magyar hun szótár, az nem ott az nem magyar ABC-ben van, mert az de az is magyar ABC-ben, bocsánat, úgy emlékszem, hogy igen, majd megnézzük. Na, itt a Fóti templom, most hirtelen fölvágta ide nekem a Fóti templomot a Peti, ami nagyon jó, mit lehet rajta látni? Na, mit lehet ezen látni? Fénykvantum. Ő egy fénykvantum, igen, a fénykvantummal van kapcsolatban. Hány darab forrás van benne, ugye? Ez egy 8-as szimmetria itt, és a királylány középen, ugye? Az a 9. Na de azt tudni kell, hogy ebből a 8 forrásból egy mindig hiányzik, tehát van egy nem tér, nem idő zónája is. A fénykvantumnak is van. És tessék csak megnézni, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6 a téridő. Na de ő fény, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ablak. És fönt egy nő áll, természetesen egy Máriának van áldozva, egy fényszűz áll ott fönt, ugye, a templom közepén, és ott van egyértelműen a fénykvantum. Tehát ugye az
az egy női minőség, stb. És ugye az előbb, hogy mondtam, hogy az a Lucifer is az is női minőség, csak hogy tudjad. Tehát nem mindenki gonosz, aki a másik oldalon van, azt hozzá kell tenni, mert hogy nem. Mert hogy az egész rendszer egymást kelti. Mindig örökösen egymást kelti. Egymást hozza létezésbe, életbe, stb. Tehát az, hogy te itt ülhetsz, ahhoz itt ülsz te antianyagból is, ugyanitt ülsz, csak az a kettő szerencsére nincs egyszerre. Mert ha a kettőt így összevonnánk egyszerre, akkor itt Óbudából egy nagy gödör maradna. Tehát a fél Pestet vinni el, akkor a detonáció lenne. Komolyan. Tehát ezt nézd meg, hát te vagy, mit tudom én, 70 kiló. 100. Na, egymása anyagban lévő fény, az már nagyon durva bulit tud csinálni. Arra gondolj, hogy egy atombombához két fél kilós uránium dugó, igazából két dugó összecsapja, és az már akkorát robban, hogy egy két kilométeres körzetben nagy pusztítást végez. Két ilyen ekkora dugó. Hát amikor csinálták Amerikában az összes szakértő, de az összes leugatta, hát szar, hát ilyen hülyeséget, ilyen ólomdarabot összecsapta, ilyen hülyeség, hogy robbanna, nincs benne TNT, hát nem robban az hülyeség. Amikor felrobbantanak, akkor nagyobb elhúzták a farkokat magukkal, és lábújjegyen távoztak, ugye? Nem, persze, ezek a nagy szakértők, hát ezért olyan hülyeséget beszéltek, hogy csak na, hát addig nem csináltak ilyet. De amikor az első atombombát felrobbantották, akkor már mindjárt bekussoltak, hogy ó, a francba. Tudod? Nagyon gáz. Tessék, Pancsa. Jól gondolom, hogy mivel kapjuk az órajelet. Igen. Egyszerre vagyunk, tehát egy időben vagyunk. Igen. És egyszerre a másik. Igen. Úgy, ahogy mondom. Tehát teljesen igen. Egyszerre, szinkronban. Nem egyszerre, hanem felváltva. Tehát úgy gondolom, hogy az egész társadalmat. Igen. Az egész egyszerre, igen. Nincsenek eltolódások, hogy... Univerzális szinten vannak eltolódások, mert ugyanez az órajel, ez piszok gyorsan megy, ez kiér ez az órajel az univerzum külső határáig, és vissza, egy térciklus alatt. Tehát ez baromi gyorsan megy. Nem a fénysebesség, mert ez baromi gyorsan megy. Amit mértek, arra azt mértek, hogy a fénysebességnek a 100 milliószorosa legalább, de már nincs jobb műszerünk, de már többet ennél jobban nem tudunk már mérni, és ezt már nem érték egyébként, amikor az EPR jelenséget, amit majd 80-90 éve fedeztek fel az Einstein-Podolsky-Rosen, ugye, ez három jó fizikus volt, és akkor felfedezték ezt a jelenséget, hogy kettévágdostak fénykvantumokat, és a két fénykvantum akkor is egy maradt, ha már elvezették őket a francba. Tehát elvigyelted 10 kilométerre az egyiket a másiktól, akkor is örökösen egy darab fénykvantum maradnak. Tehát ha ezzel történik valami, ez is ugyanazt csinálja. Tehát egy marad. Ez az érdekes, hogy egy darab marad, egy darab fénykvantum marad, mert időszálakkal össze van kötve. Ez az olyan időszál pontosan, mint amin az órajelet kapod. Az órajelet itt közvetlenül mi a nap Istentől kapjuk, de az is kapja az órajelet kintről, az a galaktikus szerántól kapja, vagyis hogy a Kronosztól, az a érdekes, hogy a Kronosz az idő a görögöknél, csak tessék majd észrevenni, onnan kapja az idő, az órajelet, az időjel. Tehát az ketyeg állandóan az univerzum, a lépteti, kelti az anyagot, kelti a fénykvantumot, kelt mindent, és ha egyszer nem jönne, ennyi volt. Tehát eltűnik az egész. Tehát azért kényes ez a buli. Tehát azt mondod, hogy én biztonságban vagyok, mert itt be van betonozva, hát mondom, hülye vagy te, nem vagy te sehol biztonságban. Érted? Mert hogy azt képzelik emberek, ilyen butaságokat beveszélnek maguktól. A földön kívüliek ide, nem tudnak bejönni, rácsattettem az ablakra. Mondom, lehet, hogy a betörők nem tudnak bejönni, komám, de a földön kívüliek röhögve jönnek be a szobádba, és a szoba közepén fognak megjelenni. És akkor te milyen pofát fogsz vágni? Nagyon sok ilyen felvételem van, meg tudom neked mutatni, de hogy a szoba közepén jelenik meg, és persze a delikvensz az összefossa szarja magát ilyettébe. Hát gondolj bele, hogy a szobád közepén egyszer csak megjelenik egy lépcső, és a virágálvány irányából jön le valaki, de hát ott fal van, és jön le valaki, és oda jön hozzád, és az olyan jó napot kívánok.
Na most hát ettől kezdve te milyen pánikba esel? Én gúvat szemekkel szoktam nézni. Igen, igen. Te gúvat szemekkel szoktad nézni, mert be vagy ilyen. Nagyon sokan azért vannak itt, mert velük ilyen már történt. Tudod? És többször is mondjuk megtörtént velem, mert elviszik tanítani, de nem érti az egészet. Hiába néz fizikakönyvnek utána meg ilyenek, mert abból a büdös életben nem fogsz kijönni, abból a gödörből, mert azokat a megoldásokat a fizikusok még vagy nem tudják, vagy nem akarják neked megmondani, ez az egyik, vagy pedig nagyon is tudják, de nem akarják neked megmondani. Szóval körülbelül ez lehet a történet. Mert hogy most az amerikai elnök most írta alá a tegnap talán, vagy ma, most írta alá az, hogy nem űrháború, hanem űrhadsereget kell felállítani. Na most ebben az űrhadseregben nyugodj bele, az oroszok ugyanúgy benne vannak. Csak azért picit gondolkodj egy kicsit, az alapja a Mir űrállomás volt, ugye? Aztán utána oda följártak aztán az amerikaiak, aztán utána fölrakták az ISS-t, az International Space Station, ugye a nemzetközi űrállomás, ami itt kering a fejünk fölött most is. Meg lehet nézni, beírod, hogy ISS, live, élő, beírod, és akkor megtalálod olyan, vannak ott ilyen izék, ilyen előrejelzések, hogy mikor fog Budapest fölött átjönni. Tehát meg kell neki adni, hogy te hol vagy, és akkor, hogy mikor fog átmenni. Óra persze megmondja, és fogod látni, hogy így alkonyatkor, meg hajnalban lehet nagyon jól látni, éjszaka nagyon nem. Akkor halvány. De amikor lent sötét van már, de fönt még süt a nap, akkor baromi ragyogó, megy át a fejed fölött, gyönyörű szépen. Lehet látni a napelem tábláit, képzeld. Lehet látni a napelem tábláit. Tehát egy bazi nagy, hát több nagyobb, mint egy focipálya, sokkal. Annyi napelem van már rajta. És fönt kering, ez egy akkora tákolmány, olyat a világ nem látott még, de fönt kering. Fönt kering, egy nagy tákolmány, de össze-vissza van tódozgatva, fódozgatva, még hozzákapcsoltak, itt is hozzákapcsoltak, amott is hozzákapcsoltak, ezt csinálták. Hát nem nevezném igazán egy űrállomásnak, hanem egy nagy tákolmány, de mégis fönt vannak rajta, és élnek rajta emberek, hatan szoktak rajta lenni. Így néz ki a Földről nézve, nézd meg. Ez teleszkópban így néz ki. Na ennek a teleszkópnak persze meg van írva a követő szoftverje, hozzá kell tenni, meg különben ezt az életben így nem látod. Így megy át a képen, hogy csúm. Hát az életben nem látod így. De így néz ki teleszkópban. És ez egy régi felvétel, mert most több napelem van rajta már. És ez ahogy megy át fölötted, ez ragyogó szépen lehet látni. A táborban néztük. Tehát tudtam, hogy hajnalban fog jönni, és akkor ott megvártuk fél négykor, vagy fél ötkor, nem fél négykor. Tehát kelt a nap, és akkor láttuk, hogy ott megy mi. Fantasztikus, fantasztikus, jó volt. És mindig ott szoktunk lenni, a távcső lent van, csillagászkodunk, a gyerekek mikroszkópozhatnak. Tehát olyan dolgokat tanítok a gyerekeknek, megmutatok a gyerekeknek, amit otthon ő nem nagyon lát. Ezért vagy azért nem lát, vagy azért, mert a szüleit baromira nem érdekli, vagy mert nem is hallott róla, még a szülei sem, a nagyanya sem hallott róla, vagy pedig hát szegények és nem tudják megvenni. És akkor ott én viszek nekik távcsövet, mikroszkópot, mindent, és akkor ott nézegetetnek. Felnőttek is nézegetetnek, nem gyerek dolog az, hogy belenézel a távcsövet. Bár volt itt nekem olyan nagyon kedves tanítványom, aki nagyon aranyos volt, hogy sose látta a táborban a Jupiternek a holdjait, és akkor kiderült, hogy mindig rákapaszkodott. Vagy akkor ment oda, amikor már kiment a távcsőből, mert ugye nem volt követő távcső, csak hogy szépen lassan megy át a képen a Jupiter, meg a négy holdját lehet látni a távcsőbe. És több vagy 64 holdja van, azok nem látszanak ebbe a kis távcsőbe, de az indiaiak el lehetett látni a négy holdját, és mindenki nézte, és akkor kivittem neki már mondom, ne hülyeskedjél, és tudtam, hogy akkor a Jupiter éppen délkeleten van, nálunk itt Budapesten, és éppen alkalmas volt, mondom, na, gyere, cipeljük ki a távcsövet, kivittük, ráálltunk vele, és a Hold is látszott, meg a Jupiter is gyönyörű szépen, megnéztük a Hold krátereket, meg a Jupiternek a holdjait, teljesen be volt ájulva, hogy milyen fantasztikus, de izgalmas, de szép. Igen, ugye a Hold az a telehold az nem szép, mert a teleholdon ott nincsen semmi, de itt majd lehet látni, hogy megy át a telehold előtt az űrállomást, és csak.
Hol van? Ott megy. Ott megy. Mint egy muslisza, hogy megy át. Ugye ez a hold, ez fél fok az égen. Fél fok látószög alatt látszik. Hát a fél fokot milyen hamar megteszi. Itt megy át, majd így figyelj. Ott megy, kikockázva, lassítva. Ott megy az űrállomás. Hát ott. Átment épp a hold előtt. És a vadásznak ilyenre a nagyon képzett csillagászok, vadásznak ilyen felvételeket csinálni. Jó gépekkel, jó távcsövekkel, jó programokkal, tehát hogy a hold az úgy áll benne, mint Katiba a gyerek. Mert a hold követéséhez nem ugyanaz a kell, mint a csillagok követéséhez, vagy a bolygók követéséhez se, mert más sebességgel mozognak a csillagokhoz képest. Tehát a hold az hátrál az égen, sokat hátrál naponta a csillagokhoz képest. Tessék, parancsolj! A hold körül van pajzs, mert vannak olyan videófelvételek, amelyen hullámzó optikai jelenség A hold körül? Van, amikor be van kapcsolva a pajzs, ott van vagy 25 nagykövetségszerű valami a holdon. Nem földi nagykövetségek. És van szerintem már földi is régóta. Szóval már valamikor a 35-40 körül már följutottak a holdra, csak arról nem beszéltek még. Tehát már akkor tudtak olyan űrhajót csinálni, hogy a Hanabuk már olyan űrhajó volt. Az egy 72 méteres űrhajó volt. Gyerekek, hát az bazi nagy. 72 méter, az már egy stadion. Hát gondolj már bele, hogy az bazi nagy. És hát mekkora egy focipálya 110 méter. Hát szóval azért az nagyon nagy. Már nem tudna leszállni a focipályára, mert keresztben nem fér el rajta. Mert keresztben talán nincs 72 méteres focipálya. Na, azért az nagyon nagy. És az a lényeg, hogy már az már elhagyta a naprendszert, meg már akkor megcsinálták. Földön kívüliektől kaptak hozzá kapcsolási rajzot, vagy építési rajzot, mindent. Meg is építették, a Hitler megépítette, kaptak róla, mert melyik civilizációnak adják oda? Hát az éppen aktuálisan legfejlettebb gondolkodásúnak adják oda. És a németek nem voltak buták. Hát kinek adják oda? Azoknak adják oda, akik megérték. Hát bocsánat, hiába adom én oda egy birkapásztornak, hát nem érti meg a büdös rohadt életbe, begyújt a papírra, mert jó lesz a tábortűzhöz. Hát az nem fogja megérteni. Annak a legnagyobb kincs is csak egy papír, hát begyújtuk fel ezt. Mert az ő agyában ez nem kincs, az ő agyában csak tábortűzhöz való papír. Az közben ott volt az űrhajó tervrajza. Tehát, hogy ilyen az ember, de nem nézem le azt a pásztort, mert lehet, hogy sokat tud a gombákról, vagy mit tudom, füvekről, gyógyfüvekről. Van neki, a magához való esze megvan, vagy megoperálja a birkáknak a hájogot a szeméről, volt is ilyen birka, de az embereknek a szemét is megoperálta. Ameddig meg nem mondták neki, hogy az milyen veszélyes. Mert addig a bicskája, bugyli bicskájával így alákapott a hájognak, és tíny, leúzta a szeméről. A birkáknak. És akkor jött hozzá a Manci néni, hogy nekem is van a szememben, levennéd Józsikám, leveszem még neked, ad csak ide, ping, azt is leúszta. De csomó ember leszedte a hájogot, amit az orvosok nem szedtek. Azt mondták, hogy szedjen ezt, szedjen azt, nem szedték. Na, és erre föl megmondta neki, azt hiszem Szegeden a professzor, hogy micsoda hatalmas nagy veszélyekkel megvakulhat, és mit tudom, mivel jár a... Ja, hát csak attól kezdve nem csinált. Érted? Mert hogy ő benne nem volt ilyen félelemérzet. Attól kezdve remegett a keze. Hát attól kezdve remegett a keze. Tessék, parancsolj. Félelem az tanult. Igen, a félelem tanult. A gyerekben nincs ilyen félelem. Bár azért van hozott félelem is. Mert akkor nem most tanulta, hanem régebben. Egy dolog nagyon érdekes volt, ami engem elgondolkoztatott, hogy van ez, hogy el voltunk a Mátrába kirándulni, és egy ilyen kőbánya alsó részébe táboroztunk. Nagyon jó hely volt. Elhagyott kőbánya volt, nem fejtettek ott már követ, és ott táboroztunk. Az asszony meg két gyerek, ott voltunk. Nagyon jó volt. És nagyon jó, volt egy nagyon jó forrás mellettünk, tehát volt víz, néha bementünk enyérére a faluba, volt vagy mit tudom én, 4 kilométerre begyaktyogtunk. Na, a lényeg, hogy vittünk magunkkal a kismacskát, mert nem tudtuk hova tenni, akkor a gyerekek akkor hozták haza egy kismacskát, és nagyon szerették, és nagyon el voltak vele.
hát, hogy hova a frazba tegyük a kis macskát, vigyük magunkkal, kész, elvittük magunkkal. Hát betettük egy ilyen kosárba, letakartuk, mint a vonaton is elvittük, nem tudtuk, már nem kocsival mentünk még. És az volt a lényeg, hogy kismacska jól érezte magát, az ilyen buta egerek voltak, de ilyen tudod, ez életében nem látott még macskát. És ilyen buta vezelyegerek voltak, meg ilyen cickányok, de ilyen rettentő tapasztalatlanok voltak. Ez reggeltől estig egeret evett, ilyen duda hasa volt, úgy bezavált, még egy kis tejet ivott rá, de más nem volt hajlandó kérni, nem fogadott el kaját semmit. Ő, hát ilyen duszire ette magát, rengeteg egeret megzavált, mert csak egyet ugrott, meg volt az egér, mert azok olyan tapasztalatlanok voltak. És egyszer mozgott a fű, és ott volt egy sikló. Bazi nagyot ugrott, de még ez semmi. Akkor volt az érdekes, amikor jött lefelé egy viper a hegy oldalról, én meg fogtam egy követ, mert a gyerekek felé tartott, és akkor így egy kővel eldobtam. És olyan gyorsan jött lefele, hogy a fejre céloztam, pont oda ment a kő, ahol céloztam, de a vipera már pedig elé céloztam egy kicsit, már a vipera annak a derekát talált el, úgy az egyharmada már lement. A viperának annyi lett, de még mozgott. És a kismacska mozgó fűre odaszágódott, és meglátta a viperát. Gyerekek, az a ekkora kismacska olyan két méteres ugrott, mint a rugó, olyat ugrott fölfele, minden száz szőre égnek át, de ez még nem látott veszélyt. Ez még ilyet nem látott. Ez egy kis városi macska volt, ez nem látott még kígyót. És tudta, hogy mi az. Az uborkára is ugranak. Az uborkára is, ahhoz a kígyóborkára is ugranak. Úgy van. Tehát benne megvan, igen, megvan benne valahonnan az ösztönben, ezt hívjuk mi ösztönnek. Tehát a tudattalattidban benne van azért az a dolog, és a tiédben is benne van. Mindenképp a kígyóktól, kiskoromban is. Kérdekes, én sose féltem a kígyóktól. A kígyó képével ijesztegetett, hogy te szórakozni akartál. Kicsit sose láttam kígyót, de írtoztam, majd napig írtozott. Aha. De pont a kígyót. Én nem, én megfogtam mindenféle kígyót már, úgyhogy nem. Nem, de mérges kígyót is megtudtam. Bottal lefogtam, megfogtam a nyakát. Na, itt van, kész egy falatot? Jaj. Szóval... Nekem gyerekkoromban volt a gyöcsögöm, 10 éves koromban, és egy ilyen levedett siklóból, oda tettem neki a terráriumból, és így reszketetőnek kocogtatta a fogait, pedig életében nem látott még siklót. De látott, mert az állatoknak a lelkét nem törlik. Az állatok lelkét nem törlik. Oda tettek egy macskának egy uborkát. Még nem vette észre. Észrevette. Látod? Szóval, hogy milyen azért van benne egy ösztön, hát nem volt megbeszélve a macskával, hogy odarakják az uborkát. Viccből odarakták neki az uborkát, és hogy megugrott. Igen. Ilyen. Tehát van egy ösztön benne, amit hoz magával, nem törlik az állatok lelkét. Minden macska magukat el az uborkától. Persze, csak elterjedt az internet, azt mindenki otthon kipróbálta a macskája macskát. Aranyosak, persze. De a mongúz az nem ugrana így el. Mert az kígyó vadász. Az elkapja a kígyó, a kobrát is, mindent elkap. A mongúzok azok kígyó vadászok. És milyen ügyesen variál. Tehát olyan mozdulatai, olyan gyors mozdulatai vannak, hogy a kígyót is lekörözi, azért tudja megölni. Igen. És ahogy elszaporodott ilyen köves szigeten, valami kígyó kijutott oda a szigetre, és elszaporodtak a kígyó, csak a mongúzokat betelepítették, azt rendbe tették a szigetet. Nem költ meg semmi. Néhány 3-4 mongúz kiraktak, azok rendbe tették a szigetet. Az összes kígyót ki lapra sírre tették. Igen, hát így működik a világ, és ez a világnak jó eleme. Ez tapasztalat, amit hozunk magunk alá. Hát azt a tapasztalatot, azt úgy hívjuk a pszichológiában, hogy tudatalatti. Az nem user terület. A tudatalatti nem user terület. Vagyis, hogy nem felhasználói terület. Nem nyúlkálhatsz hozzá csak úgy. De ha vészhelyzet van, akkor kapsz egy kis hozzáférést. Hogy nézd csak, ez veszélyes.
Tehát behoznak neked egy képet, amikor te megtapasztaltad ezt a veszélyt. És akkor attól kezdve vagy már álmodba. Megálmodod előző nap, mert a lelki vezetőd, aki egy angyal, az megmutatja neked, hogy na, figyelj haver, ott lesz a kígyó, nehogy ezt csináld. Mert egyszer már erre ráfáztál, megmutatja neked, hogy erre már egyszer ráfáztál. Nem fogod azt csinálni. Ez a lényeg, mert megtanultad azt már akkor, hogy ezt nem kéne csinálni. És akkor nem fogod azt csinálni. Tehát az állatok hoznak magukkal egy ösztönt, és te is hozol magaddal egy ösztönt. Nem minden ösztön, ami fénylik, de hoz, mert aztán bele is magyaráznak ebbe, hogy persze, mert te tartozol nekem egy karmatikus dugással, mert szép lány vagy mondjuk. És akkor ilyen, ugye, hány ilyet hallottál már ilyen szépelgő fiúktól, már ilyen mesketékkel jönnek. Egy időben nagy divat volt, jújjúj, egy ilyen 20 évvel ezelőtt olyan divat volt, mindenki kereste a izét, a lelki párját, meg amit, meg voltak ezek a mesketék. Hát ilyen jó módszer volt, egyszerű és gyors módszer volt, hogyha be akartál szerezni valakit. Na, itt már milyen érdekes van, itt a buddhizmusban a téridő, 1, 2, 3, 4, 5, ugye? Azért van 5 ilyen állat, vagy kutya, vagy mit, az teljesen mindegy, hogy mit raksz oda. Tessék megnézni mondjuk a debreceni nagy templomnak a képét. Fönt ilyen kelyhek vannak, köcsögök, mit tudom, minek nevezzem. Tehát ilyen nagy poharak, kelyhek vannak. Igen, mert azok a Szentléleknek a tűzelemei. De ha bemész a Stefán Kicsi, amelyik, hol van a Bécsben, azt hiszem, ahol amit a Pest is után építettek azt a templomot Bécsben, ott akkor tatarozták, amikor ott voltunk. De érdekes volt, mert nagyon jó képek készültek ott róla, és ott is a Szentlélek egy fehér galambban van a plafonon ábrázolva, egy freskón. Tehát ugye úgy szokták ábrázolni, hogy van egy öreg ember, egy fiatal ember, meg egy fehér galamb. Szóval ez a Szent Háromság, így próbálják megmagyarázni, hogy van az Atya, a Fiú, meg a Szentlélek az a fehér galambocska. Igen, hát nem tudtak tovább jutni ennél, ott leragadtak ennél, mert ugye a 3-1. De hogy lehet egy? Láttad, hogy egy? Láttad? Ugye, ahogy megy körbe, volt egy forrás. Létrehozta az egészet, a kiáradások, amik áradnak, az a Fiú, a kiáradásai, és az egészet együtt, amikor elkészül a téridő, az a Szentlélek, az repül. Hát repül, fénysebessége repül. A galamb nem tud fénysebessége repülni. A téridő az fénysebességgel terjed és repül. És mégis mindig ugyanakkora. Ez egy paradoxon. Ellentmondás, ugye? De hogy? Hogy lehet ugyanakkora? Hát úgy, hogy az univerzum, a fák nem nőnek az égig, a fraktális fák sem nőnek az égig. Tehát már nem tudja fenntartani a nagyobbat. Eljut a maximumig, és ott már nem tud tovább növeszteni az univerzum, nem nő tovább, hanem megáll. És mégis mindig tágul. Ez megint egy paradoxon. De közben nem, mert bentről állandóan egy hullámtérrel áramlik kifelé, tehát megy. Az egész mit csinál az, amit mondtunk a protonról meg a neutronról? Hogy bentről keletkezik és kifelé, rétegekben tágul kifelé. És ugye az a teremtés, a föld teremtésének az 5,5 napja igazából, ugye, mert már szombaton készen van, ugye, már, vagy 6,5 napja, ugye, mert hogy szombaton délben már készen van, ezért volt fél műszak szombaton, a kommunista szombat kivételével, emlékezzetek vissza, mert a zsidók kiharcolták, hogy szombaton sábezdekűt kell venni, és akkor nekünk menni kell, és akkor, mert akkor meg lett a szombat, és akkor lett utána a szabad szombat. Igen, hát engem egyből ki akartak nevezni ilyen izének, ilyen osztályvezetőnek ott, mert jött ott az igazgatónak a tétkárnő, és azt találtam mondani neki, hogy hétvége volt a szabad salom. és erre föl minden áron ki akart neveztetni osztályvezetőnek, ott a vezérigazgató ott nagyon. Megvoltak együtt, és akkor úgy egyből bebeszélte neki, hogy engem ki kell nevezni. Aztán voltam is üzletvezető egy darabig, ilyen játékteremben, ilyen
Igen, a flipper rázogatós játékteremben voltam egy darabig üzletvezető, de hát az is egy olyan sport volt, hogy nem volt az embernek való. Szóval ott keményen bejöttek ilyen keményebb gyerekek is, így ilyen véres késsel, vagy mit tudom. Szóval azért ott azokat le kellett rendezni, és mindig lerendeztem. Tehát nem volt egy sebesülés se, vagy semmi. Nálunk soha semmi nem volt, és mindig rendben volt. Pedig ott jöttek befele ilyenek, ajaj. Még ott a 8 kerbe is voltam üzletvezető, meg a 9 kerbe, ott az Erkel utca sarkán volt egy játékterem. Az Ülőjút Erkel utca sarkán volt egy játékterem, bólogatnak rá, akik voltak benne. Igen, de volt még a Nap utcában is egy ilyen nagyon zorád lent a pincében. Na, az nagyon zorád, az nagyon kemény volt. Azt mondtam a nagyfőnöknek, hogy ne szórakozzon velem, főnök. Hát onnan nem tudom fölvinni, mert volt egy ilyen emeletnyi lépcső fölfele, ilyen egy végtébe. No, hogy tuszkolok ki az embert az abódból? Mert hogy még csak kiviszem viszintesen, de ne hülyeskedjem azon a lépcsőn, hogy tudnám már fölvinni egy mázsás embert, hogy nem akar menni, mert rugdossa a lépcsőt. Hát most ezt nem lehet onnan kidobni csak úgy. Na jó, hát a hátamon kivéltem, de az megint rossz, hogy emeletet fölvinni a hátamon. Mert ha nagyon erőszakos volt, akkor kapott egyet, és akkor fölvittem a hátamon. Persze, de hát az megint nem volt jó, mert akkor én meg önhatalmúan pofán vágtam, vagy mit tudom, és az megint nem jó. Tehát ilyen van. Na itt van a nagy templom, mit lehet ott látni rajta? Itt vannak azok a kehelyek, látod? Ott sorban. Hány darab van? Annyinak kell lenni, nem? Vagy ötnek, vagy hatnak. Tehát valamikor mind a hatot kirakják, mert a hatos szimmetria a hat. De nem, nincs egy, de még mindig. Tehát az az érdekes, hogy egy nem működik. És hát ugye ez a jó oszlopok, amik itt vannak, ezek a csiga oszlopok, azok is a Szentléleknek az ábrázolásai tulajdonképpen elég zavarosan, de az két irányba van. Így a jonoszlop, tehát itt is van egy csiga, meg itt is van egy csiga. Az a kétféle, ugye, a tér, meg az antitér. Ugye, hát ez ott van egyértelműen, és hány oszlopon áll? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igen, de ha megnézed, akkor oldalra még van 2, 2. Az érdekes. Hát nem, igen, ez itt egy oszlopnak mondható, akkor 8-as, igen, tehát a fény is benne van, és hogy a fényjel van kapcsolatban arra utal még a szög, a templomnak az a Pantheon szögje, ami ott fönt van, és a román stílusúnak mondott ablak, aminek a románhoz semmi köze nem volt, ez a román stílusú bejárat, az a kapu, a bejárat, az ablak, az alsó sorban félköríves, a fölötte lévő sorban meg téglalap alakúak. Igen, téglalap alakúak. És hát, ha jól van megépítve, akkor az ablaknak a belső arányában valahol meg kell jelenjen az aranymetszés, az 1, az 1,60, 1,618-hoz, ugye, az aranymetszés. És az megjelenik benne, itt nem annyira feltűnően jelenik meg, de biztos valahol meg lehet ebbe a templomba is találni. Nem rossz rezgése van, voltam bent egy párszor, nem rossz rezgése van neki. Ja, ez a kávinista Róma. Ja, tehát itt igazából egy nagy ellenálló társaság volt. Parancsolj! Kérdésem, hogy a két torony, igen, a két órával. Igen. Ja, van egy harmadik óra is. Van ottan több is, igen. Tehát a két torony a két órával, az a párhuzamos... 8 óra van ott, ha megnézed, 8. Mert minden tornyon van 4. 4 irányban. Akkor 9. Ja, itt van egy 9. középen. Az a királylány. Hát az a királylány. Persze, ugye? Tehát ez egy fénytemplom, az is, de az országház is egy fénytemplom, úgy, ahogy van. Van is benne ördög, csak el van dugva. Megtaláltam, láttam. Ilyen kis mellékfolyosón van, az ajtó fölé fölfest fejőrdög, bőzön. A parlament ördöge, ott van. Jó, hát viccelődnek vele, de úgy egyébként ott van. Persze, mert egy fénytemplomról van szó. Tessék? Van ott, igen, van élő is. Hát Istenem, ilyen a világ. Ha nincsen dinamizmus egy rendszerben, az döglés, az nem jó. Tehát ha nincs ellenállás, nincs semmilyen ellenállás, az jónak látszik, olyan békés, nyugodt, csak éppen egy ilyen posvány lesz belőle.
nagyon hamar dekadensé válik, döglötté válik, mint a művészet a 20. században. Ugye? Mindent megpróbáltak, de már újat nem igen tudtak kitalálni, festeni meg egy csomóan nem tudtak, de azért elkezdtek festeni mindenféle ökörséget, és akkor azt nevezték modern művészetnek. És de igen, hát egy csomó ilyen. És nem azt jelenti, hogy nem láttam jó modernet, láttam nagyon jót. Mert a Hazereli például nagyon jó modern művészetet csinált. Mivel is foglalkozott? Ugyanezzel a téridővel, amiről mi beszélünk. És ugyanazok az ábrák ott vannak, és ő mondta, hogy a téridőt kutatta. Ő maga írta az életrajzába. Hogy ő egész életében kutatta a téridőt. Jól kutatta, jó felé haladt. Tehát a művészek azok néha 500 évvel a koruk előtt járnak. Minden művész előtte jár a korának. Mert a távolságot megkapod, mint üveggolyót. Ilyen mi van a versben leírva? Gondold meg, amikor ez a sor íródott, még nem volt űrhajózás, még senki nem látta kívülről a Földet messziről. És mit írt a költő? Hogy a távolságot, mint üveggolyót megkapod. Mert hogy a Föld messziről úgy néz ki, mint egy szép üveggolyó, ugye? És már nagy távolságból, tehát a Hold távolságából nézve már úgy néz ki, mint egy üveggolyó. Tehát a holdutazók, akik a Holdon járkáltak, azok látták már olyannak, mint egy üveggolyó a Földet. Fantasztikus. Ez nagyon jó dolog, hogy így van, és dolgozunk rajta, hogy mink is megnézzük a távol, mint egy üveggolyó. Tehát meg lehet csinálni. Te azt gondolod, hogy nem létezik, hogy azt amatőr megcsinálja, mert az már olyan drága, mert az már olyan... Nem. 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 Ha csinálsz egy ekkora űrszondát, ekkorát, nem kell, meg tudom beleülni még, csak egy ekkorát csinálsz, amit te innen el tudsz irányítani bárhová az űrbe, mert olyan hajtóműve van, olyan energiaforrása van, olyan távközlése van, hogy bárhonnan is tudod irányítani, bemehet a Hold mögé is, mert a mostani űrhajók bemennek a Hold mögé, nincs rádiókapcsolat, de ez olyan lenne, hogy van. Mivel működik? Ugyanazzal, mint az órajel. Miért? Te bemész egy ólomkamrába, nincs órajel? De van. Értitek, miről van szó? Hiába mész egy vasketrezbe, le vagy árnyékolva. Ma reggel gondolkoztam azon, hogyha a telefonok, a rádiótelefonok kevel a térhasításos megoldásra működnek, hogy volna a központ? Lenne egy hub. Lenne egy hub, és meg lehet csinálni. Sima. Sima ügy, akkor a minden egyes telefonnak a másik felének. Igen, a központban kéne. Igen, a másik felének, bent kell lenni a telefonközpontban, és akkor van kapcsolat, ha központot igényelsz, mert ez lehet két telefon között is. Ha csak egy valakivel akarsz beszélni, akkor van hozzá egy ilyen kapcsolattartó, az kész. És bárhol lehet, akkor is tudsz vele kapcsolatot létesíteni. Földön kívüliek ilyenekkel beszélgetnek. Na majd ez szünet után beszélünk.